Első fél időnk az jól működött, úgy gondolom sokkal jobban néztünk ki, mint a korábbi fordulókban, és egy-két visszarendeződéstől és beálló körüli védekezéstől eltekintve jól működtünk, a támadójátékkal is elégedettek lehetünk. A második fél időben szerettük volna még növelni az előnyt, viszont ott már kicsit szerintem belefáradtunk, nem úgy koncentráltunk, és a cserék sem úgy kapcsolódtak be a mérkőzésbe, ahogy kellett volna, és így lett a 7 gólos győzelem. A NEKA ellen következik most egy rangadó, és ha hinni lehet itt a híreknek, akkor sikerült átvenni a vezetést. Ez jelenthet esetleg plusz, hogy előnnyel várják ezt a mérkőzést a következő héten, illetve mit lehet átemelni ebből a mai meccsből arra a találkozóra? Úgy gondolom, hogy persze jobban néz ki a tabella, hogy most gólarányjal mi vezetjük. Az egy teljesen más mérkőzés lesz, teljesen más tempó lesz. Igyekszünk jövő héten fölkészülni minél jobban, és ott szeretnék extra játékot nyújtani, hogy győzni tudjunk. Gólt dobtak a bajnok otthonában, mégis azért az első fél idő elején eldölt az a meccs szerintem. Én úgy gondolom, hogy teljesen más célokkal jött fel a két csapat a pályára, ők a bajnoki címért küzdenek, mi a bennmaradásért. Nekünk az a célunk, hogy azokat a csapatok, akik a versenyben vagyunk ott a végén, azokat megverjük, hogy felkészülésnek szántuk ezt a mérkőzést a következő heti siklós elleni komolyabb meccsünkre. Én úgy gondolom, hogy támad a játékban attól függetlenül, hogy a tempóval nem voltam teljesen megelégedett, azért a 33 gól az egy jó teljesítmény. Nekünk a problémánk inkább a védekezésben van egész szezonban, nehezen tud összeállni a védelem. Látszik is, megint 40 gólt kaptunk, nagyon sok gólt kapunk. A siklós mellett ki lehet még a rivális így a bentmaradásért folyó küzdelemben, ki az, aki ellen fontos lenne a két pontot elvinni? Hát én úgy gondolom, hogy most azért hazai mérkőzéseink jönnek jobbára azokkal a csapatokkal, akikkel küzdünk a hátsó régióban, Siklós, a PVS-e, nem tudom, Mecsek Nádas, Peac közül ki lesz az, aki majd az alsóházban lesz velünk, jött még megy kettőjük között a harc, de mind a Siklós, mind a Mecsek Nádas, mind a PVS-e hozzánk jön. Úgy gondolom, hogy nekünk ott pontokat kell szerezni.